és kérdezte, hogy minden rendben van-e. Azt nem mondtam, hogy nincs. Az egyik gerjeni vezető óvónő éppen azt a pillanatot idézi fel, amikor a település polgármestere rákérdezett, miért vannak áldatlan állapotok az óvodában. A pedagógus arcát a kérésére takartuk ki, mert mint fogalmazott, nem szeretné, ha még feszültebb lenne a hangulat a településen. Az óvónő azt mondta, a gerjeni református általános iskolához tartozik az intézményük is, így az iskola vezetőjétől várták, hogy rendezze a nyugdíjba vonuló vagy éppen felmondó óvónők pótlását, de elmondásuk szerint a vezető nem foglalkozott a munkaerő gondokkal. Ezért az óvodában 4 helyett 2 dolgoztak több mint fél évig, miközben a gyerekek száma egyre nőtt. Az egyik szülő elégelte meg a dolgot, és aláírásgyűjtésbe kezdett az iskola igazgatónőjének leváltásáért. A kezdeményezéshez az összes szülő, a tanári gárda és az önkormányzat is csatlakozott. Régebb óta szerettünk volna már egy progresszívebb, innovatívabb vezetést az iskola élére, amelyik hatékonyabban tud válaszolni a kihívásokra. A település polgármestere azt mondta, nem bírták tétlenül nézni, hogy a gerjeni 8 osztályos iskolai és az óvoda léte is veszélybe kerül az intézményvezető merev, rugalmatlan viselkedése miatt, ezért léptek. Romhányi Károly úgy véli, az intézmény népszerűsítéséhez másfajta szemléletre van szükség, amit az iskolai igazgató nem képviselt, ezért döntöttek a leváltása mellett. Akkor ezeket meg kell mutatni, ennek látható jelei kellene, hogy legyenek. Amikor nincsen és bezárkozik az intézmény, akkor pontosan ezek lesznek a következményei, hogy nem nő a gyereklétszám, egy csökkenő gyereklétszám, egy csökkenő spirálba kerül bele az egész, és én azt gondolom, hogy ezen változtatni kell, hiszen most már elértünk arra a kritikus pontra, amikor még meg tudjuk fordítani ezt a folyamatot. A gerjeni református gyülekezet és a magyarországi pünkösdi egyház is jelentkezett az iskola működtetésére. Ám a tolnai református egyházmegye esperese továbbra is elzárkózott a vezetőváltástól. Ezért ősztől állami fenntartásba kerül az iskola, de a tanárok reményei szerint csak átmenetileg. A pünkösdi egyház május elején ugyanis megalakította a gerjeni kenesei általános iskolát. Ennek az engedélyeztetése van folyamatban a kormányhivatalnál. Ez azért lényeges, mondják az érintettek, mert az állami fenntartású iskoláknál 14 fős a minimum osztálylétszám, az egyházi iskoláknál nincs ilyen kritérium, így ha kevesebb gyerek is jár majd a gerjeni iskolába, akkor sem kell majd bezárni, vagy a felsős osztályokat megszüntetni. Kerestük a tolnai református egyházmegyét, illetve az iskola igazgatónőjét, de nem kívánták elmondani, miért alakult ki ez a helyzet Gerjenben.